amit lehetett gyakoroltunk, hogy reméljük, hogy semmi olyan váratlan dolog nem fog történni, amire nem készültünk fel volna. Igen, hát a elmúlt alkalommal a védekezést próbáltuk először fixálni. Mondhatjuk, hogy elég jól is működött. Igaz, hogy kaptunk két gólt, de mind a kettő olyan gól volt, ami az egyik pontrugás, szóval elkerülhető volt. Ugye ellenfél nem tudott helyzeteket kialakítani, és az edzőtábor második részében a támadó játékunkkal tudtunk egy kicsit fejlődni. Helyzeteket tudtunk kialakítani, igaz, hogy egy gyengébb képességű csapat ellen, de mindenképpen előre léptünk, az nagyon hasznos tábor volt. Úgyhogy most az elmúlt napokban mind a védekezés, támadást gyakoroltuk, az átmeneteket, úgyhogy azt gondolom, hogy előrébb vagyunk most, mint az első mérkőzés előtt. Bárány Donát, Balogh-Botond és Németh András is felépült. Milyen állapotban vannak? Ő teljesen bevették le 100%-osan? A Balogh-Botonddal azért ő még nincs 100%-os állapotban. Ő holnapi mérkőzésen nem valószínű, hogy pályára fog tudni lépni. Bárány Donát egészséges, Németh András egészséges, úgyhogy ők játszhatnak. Egy játékost még meghívták, a Vesmári Attilát, amit kell tudni, miért rá esett a választás? Igen, Attila már volt velünk az U21-es válogatottba. Igaz, hogy nem lépett még pályára, de egyre jobban játszik, fejlődik, úgyhogy figyelemmel kísértük az ő pályafutását, meg kísérjük. Egy jó, megbízható játékos, játszik rendszeresen Szegeden, egy jó csapatba, úgyhogy ezért is kellett egy olyan játékos, akit már ismerünk. Az Attila egy erős, magas játékos, és mondom még egyszer, nagyon gyorsan fejlődik, úgyhogy teljesen megérdemeltem van itt közt. Ilyen erőfelmérő lesz a legyenek elleni mérkőzés, mint a játékosoknak, mi mondtak el, akár Szabadsági edző? Igen, ez egy jó csapat, a lengyel csapat. Erős játékosok alkotják a keretüket. Tudjuk róluk, hogy azért fizikálisan nagyon rendben vannak, direkt futballt játszanak, jók az átmenetbe, úgyhogy felkészültünk belőlük, és ez egy jó teszt lesz számunkra, mondom még egyszer, egy erős ellenféllel, úgyhogy, de a mi játékosaink rendben vannak, felkészültek a holnapi meccsre, úgyhogy várjuk a mérkőzést. Mi az elvárás, hogy a játékosok védekezésben legyünk stabilak, ahogy az elmúlt mérkőzéseken. Támadásban kell előre lépnünk, ott kell több helyzeteket kialakítanunk egy erősebb csapat ellen. Úgyhogy, és hát nyilván a helyzet kihasználás is fontos. Ha helyzetbe kerülünk, akkor azokat jó százalékban használjuk ki. Úgyhogy természetesen szeretnénk nyerni. Az a cél, hogy mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy holnap egy jó mérkőzést játszunk. És akkor további kérdések. Szeged kapcsán szerettem mondani, de én megkaptam a Temesvári Attila részét, úgyhogy egyéb nincsen. Köszönöm szépen. Én nekem egy kérdésem lenne, hogy Gera Zoltán is volt 21-es válogatott, és ha visszamegyünk egy kicsit az időben, ha nem sértő egy 21 évet, akkor az október 10-i mérkőzésre visszaemlékszik egy győztes gólra a Magyarország Litvánia elleni győztes találatára. Hát ilyen régen volt 21 éve, az nagyon jó. Igen, most lesz október 10-én. Igen, emlékszem rá, megvan a mérkőzés. Ez az élmény, mennyire adható át a mostani fiatal játékosainak? Nyilván tapasztalat, amit szereztem nemzetközi szinten, tudom, hogy mi az a követelmény, ami az ilyen mérkőzésekhez kell. Védekezésbe, támadásba, milyen nyuanszokon dőlnek el a mérkőzések, hogy nyilván megvan a maga tapasztalatom, amivel tudom a játékosokat segíteni, de a legfontosabb az, hogy ők játsszák a játékukat, elmondjuk, hogy mit szeretnénk, milyen taktikai felállásba, de maga az érdemi részét az, hogy a játékosoknak kell jó döntéseket hozni, jó helyre futni, jó helyen átvenni a labdát, az viszont már rájuk tartozik. Oké, köszönjük szépen! Köszönöm. Oké.